Üdvözlöm a nézőket! Végre új olimpiai sportágak mutatkoznak be a 2020-as nyári, valamint a 2022-es téli olimpián. A biatlon népszerűségén felbuzdulva a szervezők úgy gondolják, hogy rengeteg új érdeklődőt vonzhat az olimpiára, ha több, a sílövészethez hasonló sportág keverék is megjelenik a játékok közt. 2022-es téli olimpián valószínűleg minden eddigi rekordot megdönt majd a sílövészet nézettsége, hisz a sportolók bármilyen fegyvert használhatnak majd. No de lássuk is, mik ezek az új összevont sportágok. Az első a horgászúszás, ahol is a versenyzőknek 400 métert kell mellúszásban időre leúszniuk, s eközben ki kell fogniuk két pontyot. Majd 800 méter hátúszás következik, közben merítőhálóval snecit kell halászniuk. A két versenyszám között pedig szabadkézi halpucolás lesz a feladatuk. A sportolóknak a pályán kívül is példát kell mutatniuk, ezért 2022-ben jön a bobos főzés. Annyi különbség van a sima bobbal történő leúszás és a bobos főzés között, hogy az utóbbinál a sportolóknak a lecsúszás alatt kell elkészíteniük valami frissen sültet négy személy részére. Itt az időeredményen kívül a célba érés után Michelin csillagos szakácsok pontozzák majd az elkészült ételek küllemét és ízét is. A nemzetközi nyomásnak elegettéve 2020-ban már láthatjuk az olimpián a Közel-Keleten méltán népszerű rakétakilövős szinkronúszást, ami 10 perc szinkronúszást jelent, miközben egy darab interkontinentális rakéta kilövésére van módja a sportolóknak. Külön pontozzák a szinkront és a találat pontosságát is. A lövedéknek északkorában egy tetszőleges, de előre kiválasztott célpontba kell becsapódnia, ezt a versenyszámot egyébként a NATO is támogatja. Sajnos vannak olyan összevont sportágak, amelyeket nem engedélyezett a NOB, arra hivatkozva, hogy túl veszélyes, ilyen például a versenyautós lövészet, ahol is vezetés közben lehetne élő állatokra lőni, illetve biztos, hogy nem szerepel a következő olimpiákon agár versenyes szülés sem. Egy kis szomorúságra adhat okot, hogy ez a versenyszáma a Magyar Olimpiai Bizottság javaslatára került fel a listára.